Mennyi idő telik el a sírástól az örömig? A keserűségtől a nevetésig? Ha minden igaz, a 30. Zsoltár szerint ez egészen rövid idő is lehet. De jó lenne ezt a távot minél gyakrabban, minél rövidebb időtartam alatt megtenni. Ebben a tanácsot és bátorítást ez a Zsoltár is. Hallgassuk meg a 30. Zsoltárt. Dávid Zsoltára, templomszentelési ének. Magasztallak, Uram, hogy fölemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Uram Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, felhoztad lelkemet a sírból, fölélesztettél a sírba szállók közül. Dicsérjétek az urati hívei, dicsőítsétek szent emlékezetét. Mert csak egy pillanatig tart haragja, de élethossziglan való jó akarata. Este bánat térbe, reggelre itt a vidámság. Jó sorsomban azt mondtam, nem rendülhetek meg soha. Uram, jó voltodból megszilárdítottál, mint egy hatalmas hegyet, de mikor elrejtetted arcodat, megrettentem. Hozzád kiáltok, Uram, az én Uram irgalmáért könyörgök. Mit használ nekem a vérem, ha sírba szállok? dicsére téged a por, hirdeti -e igazságodat. Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam. Uram, légy segítségem. Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülvettél örömmel. Ezért zengedezek szentségednek, és nem hallgatok el, Uram Istenem, mindenkor hálát adok neked. A sírástól az örömig vezető út leírása nagyszerűen tűnik elő a 30. Zsoltárban. Ez egy győzelmi Zsoltár. És talán, ha egyetlen egy gondolatot próbálnánk összefoglalásul mondani, akkor azt mondhatnánk, hogy Dávid szerint mindig van győzelem. Nem tudjuk, hogy amikor ezt a Zsoltárt megfogalmazta, akkor milyen testi bajjal küszködött. Úgy tűnik, hogy betegség is előfordulhatott, de... Nem ez a lényeg, és talán éppen ezért nem is határozza meg, mert a gyógyulás kifejezés, vagy a felemelés, vagy fölélesztés ugyanúgy érvényes a lelki bajok esetében is, nem csak Dávid zsoltáraiban, hanem nálunk is. Sőt, néha egy lelki bajból még nehezebben jövünk ki, és aztán az szio-szomatikus alapon válik bizony sokszor testi nyomorúsággá. Azonban Dávid szeretne minket valamiről meggyőzni, és nem csak meggyőzni szeretne, hanem érvel is amellett, hogy elhiggyük, hogy ez működik, ez valóság, hogy mindig van győzelem. Magasztallak, Uram, kezdi a második versben, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Azt mondja, hogy úgy köszönöm neked, Istenem, hogy vereség helyett győzelmet adtál. Az egész Zsoltáron végigvonul ez az ellentét, ez a változás, hogy rosszból jó lett hogy sírásból öröm, hogy keserűségből nevetés. Uram Istenem, mondja a harmadik versben, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem. Uram, felhoztad a seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírba szállók közül. Nyilván a seol szó számunkra nem sokat jelent, talán csak a szóismétlés elkerülése miatt szokták még a mai fordításokban is seholnak írni, hiszen ez egyszerűen a sír, vagy a sírgödör, vagy mélység szóval lehetne fordítható. Rosszabb esetben tévesen pokolnak szokták fordítani, de tudjuk, hogy ez nem helyes, nem helyén való. Felhoztad a sírból az én lelkemet. Fölélesztettél a sírba szállók közül. Felhoztad, felélesztettél. Megint egy ellentét. Mélyen voltam a sír küszöbén táncoltam, és te felélesztettél, felemeltél, életre keltettél. Van változás, van remény, mindig van győzelem. Mindig vezet út a sírástól az örömig, az elmúlás küszöbétől a győzelemig. Zengedezzetek az Úrnak ti hívei, dicsőítsétek szent emlékezetét. Ha az ember ezt az örömhírt, ezt az evangéliumot magával viszi az életben, akkor a leg alkonyosabb napon is, tud az Istenbe kapaszkodni. Akkor a közelgő sötétség, ha igyekszik is rátelepedni a lelkére, de tudja, hogy van azon túl világosság. Magasztallak, Uram, hogy felemeltél, hogy ellenségeim nem örülnek rajtam, hogy meggyógyítottál, hogy felhoztál a sírból, hogy fölélesztettél. Mindig van győzelem, mindig van talpraállás, akár testi, akár lelki bajról legyen szó. Mert... Hogyan olvassuk az indoklást a hatodik versben? Csak pillanatig tart, haragja, de élet hossziglan jó akarata. Este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Megint ez a csodálatos változás, hogy a feddés, az ítélet, akár ha az Isten azt megengedi, mert már nem arról van szó, hogy valami rossz ér bennünket, hanem a még nagyobb bajról beszél itt Dávid, amikor mi magunkhozunk bajt a magunk fejére akkor ha Isten meg is fed, vagy meg is engedi, hogy visszaszálljon ránk a rossz következménye, ez az ő haragja a Bibliában, mit mondott, hogyan kezdte a verset? Mert csak pillanatig, egy szempillantásig tart az ő feddése, ítélete, haragja, de élet hossziglan jó akarata. Mit mond ez az időbeli ellentét? Pillanat, szempillantás és élethossz. Olyan szép a szembeállítás az Isten nem spórolhatja meg nekünk, hogy szembesítsen minket a hibáinkkal, oktalanságainkkal, önzésünkkel, illetve a félelmeink valódi gyökereivel, amikor azokat mi okoztuk magunknak, és problémát zúdítottunk a fejünkre. De olyan érdekes, hogy nem ül a nyakunkra, nem kezd el nyomasztani bennünket, az önvád sosem Istentől van. Az önmarcangolás nem Isten akarata szerint való szempillantásig tart az ő haragja, az ő feddése is, élethossziglan jó akarata. Ha megfed, csak azért teszi, hogy azután élethossziglan tanítson az ő jó akaratával, erősítsen, bátorítson. Szívünkbe és lelkünkbe vésse a szeretet, az önzetlenség, a hit, a bizalom, a remény leckéit. Ez az ő jó akaratának az iskolája. Este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm valamiféle élettani törvényszerűséges, hiszen ki nem, ki nem tapasztalta már, hogy az esti gondolatok, az esti szomorúság, az esti fájdalom, az esti rossz hír annyira meg tudja nyomni az ember lelkét, de már pusztán az, hogyha az ember ilyenkor imában Isten elé viszi, és mielőtt álomra hajtja a fejét, leteszi Isten elé a megoldatlanságokat, nem látja a világosságot, nem látja a a probléma megoldását még, de Istenre bízza. Este bejött a bánat, beszállt, nem csuktam be időbe az ablakot, elolvastam még e-maileket, amiket nem kellett volna, vagy felvettem telefont, amikor jaj, már nem kéne ilyen ügyekkel foglalkozni. Csak felhúztam magam, csak elkeserítettem magam, na most aztán pörögnek a gondolataim, és csak nézem a plafont. De ha ismerjük az Isten jó akaratát, amelyik élethossziglan tart, akkor a fizikai pihenés és a lelki kisimulás, az Istenre hagyatkozó hit és az idegrendszer kipihenése együtt adja meg nekünk a reggeli örömöt, mert a reggel mindig újra kezdés, a reggel mindig megerősödve folytatás. Mindig van győzelem. Mindig van út a sírástól az örömig, és ebben a hatodik versben, amire egyébként nyugodtan mondhatjuk, hogy a Zsoltárunknak, a 30. Zsoltárnak, Dávid Zsoltárának a magva, a motorja. Ennek a versnek ez az üzenete a mi számunkra. Pillanatig tart a rossz, és élethosszig a jó, amit Isten akar adni. Pillanatról pillanatra akár érhetnek minket rossz dolgok, de nem kell, hogy elmerüljünk bennük. A szempillantásig tartó feddés és harag, akár még hogyha Isten szembesít is bennünket, saját magunk bűneivel, alkalmatlanságával feloldódik az élet tartó isteni jóságban, szeretetben, megbocsátásban, ha hozzá megyünk. Azonban a Zsoltáros szeretne még egy lelki tanulságot megfogalmazni, és ez az egész 150 Zsoltárból álló gyűjtemény egyik legkülönlegesebb feljegyzése, egy Dávidi tanulság. Egyszer, amikor jól voltam, megtörtént az velem, mondja Dávid, a hetedik versben, hogy azt mondtam az én jó állapotomban, nem rendülhetek meg soha. Talán mindannyian megtapasztaltuk már azt az életérzést, azt az örömet, azt a feldobottságot, amikor kizárt, hogy én valaha ezt elfelejtsem, ezt a jót, ezt a tapasztalatot. Én most már mindig boldog leszek, ha ezt elérem, vagy miután ez megvalósult. <kül> Dávid elmondja, mosolyogva, ő is járt így úgy gondolta, hogy ha ez megtörténik vele, akkor kizárt, hogy őt még bármi meg tudja rendíteni. Ha az Isten egyszer így és így megtapasztalja, akkor utána az Isten jó akarata már élethosszig úgy fogja elkísérni, hogy soha nem fogja megkérdőjelezni, de soha nem fogja megkérdőjelezni az Isteni jóságot, gondviselést és szeretetet. Aztán így folytatja, mint egy Istennel beszélgetve. Uram, jó kedvedből erősséget állítottál fel a hegyemre, de elrejtette dorcádat, és megroskadtam. Rá kellett jönnöm, mondja Dávid, hogy az én erőm, az én rendíthetetlen jó állapotom, Isten kegyelme volt, és ő állított erősséget fel az én hegyemre. Az én életemben, az én országomban, Jeruzsálemben. Úgy éreztem, hogy itt már nem történt olyan baj, amitől én meg tudnék ijedni. De az igazság az, hogy nekem nem erre az érzésre van szükségem, hanem terád, Mert amikor visszaléptél és elrejtetted orcádat, újra megroskadtam. Az ember nem tud rendíthetetlen lenni anélkül, hogy folyamatosan bízó hittel ne tekintene Istenre, Isten jellemére. Ami rendíthetetlenségünk és ami győzelmünk nem valamire épül, hanem valakire épül. Az Istenben való erő akkor mutatkozik meg, amikor a hitünkben ő, mint személyes, valóságos lény, a mi Atyánk, a mi Pásztorunk, a mi barátunk, a mi testvérünk, olyan sokféleképpen mutatja be őt az Isten, az apai szeretettel, vagy az anyai gyengétséggel akár Ézsaiás könyvében, szóval amikor ő valóságos lényé változik a szívünkben. Ami mi hitünk növekedésének ez a lényege: egyre tisztábban látni az ő jellemét. Jézus Krisztus élete erre egy különleges lehetőség, amikor az evangéliumokból olvassuk, ahogyan jött, ment, ahogy tanított, gyógyított, ahogy küzdött, győzött, ahogy hitt és szeretett, ahogy meghalt és feltámadott akkor ez mind-mind azt, azt tanítja, és azt abban, veres be, abban vezet bennünket előrébb, azon az úton tanítja járni a lábunkat, ami a sírástól az örömig. A keserűségtől a győzelemig vezet, a legrövidebb módon. Ott volt az az idő határozó a hatodik versben, hogy egy szempillantásig tart a harag, a feddés, az ítélet. De élethossziglan a jó akarat. Este bánat, reggelre örömre fordul. Hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak irgalmáért könyörgök. Mit használ vérem, ha sírba szállok, dicsére téged a por, hirdeti -e igazságodat, mondja Dávid. De én bízom benned, mert tudom, hogy síralmamat végságra fordítottad. Leoldoztad gyászruhámat, körülövesztél örömmel. Isten az elfordító Isten, aki a síralmat örömre fordítja aki átöltöztet, az elfordító Isten, az átöltöztető Isten, a gyászruha helyett szépséges ruhát, az örömöltözékét adja. Hogy zengjen néked, és el ne hallgasson felőled a dicséret. Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged. Érdekes a Zsoltárban, hogy egyes bibliákban ez az utolsó vers, ez az imádság, hogy zengjen néked, és el ne hallgasson feled a dicséret, zárójelben van. Mintha ez már csak egy olyan személyes Dávidi vallomás lenne. Amilyen élete volt, nem is csoda, hogy ez a vallomás olyan mélyen ott volt a szívében. El ne hallgasson feled a dicséret. Annyiszor sírtam, és megvigasztaltál annyiszor rontottam el az életemet. Dávid egy igazi önsors rontó volt. Mestere volt annak, hogy a nagy magasságok után pokoli mélységekbe jusson. Lelkileg, idegrendszerileg a túlélhetetlent is túlélte, de csak úgy, hogy ott volt állandóan, hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak, irgalmáért könyörgök, neked zengjen az ének, el ne hallgasson a dicséret hogy végigvezettél egy olyan úton, ami nem is az volt a legnagyobb baj, hogy üldöztek, hogy saul nem ismert el, halára keresett, hogy mások mit tettek velem, hanem én magam annyiszor annyiszor okoztam saját magam vereségét, de olyan jó, hogy mindig van győzelem, ez a 30. Zsoltár üzenete, hogy szempillantásnyi az út a sírástól az örömig, hogyha ismerjük az Isten élet hosszig tartó jó akaratát hát akkor ismerjük meg a zsoltárokból, a Biblia életrajzaiból, történeteiből, vagy ahol talán a legszebben elénk tárul, Jézus Krisztus életéből, halálából és csodálatos győzelméből feltámadásából. Az Isten adjon mindig győzelmet nekünk, úgy legyen.